reggeli füstjelek. Köszöntelek benneteket szeretettel, és ezen a reggelen szeretnék egy kérdést feltenni mindnyájótoknak. Ez pedig a következőképpen hangzik. Szerinted problémából vagy megoldásból van több az életedben? De kérdezhetném úgy is, hogy vajon problémából vagy megoldásból van több az életemben? Érdemes ezen elgondolkodnunk, de mindenek előtt nézzük meg azt, hogy mit mond a Biblia és a Zsoltárok könyve ezzel kapcsolatban nekünk. A 18. Zsoltár első 7 versét olvasom a következőképpen. Az éneklő mesternek, az örökkévaló szolgájától Dávidtól, aki az örökkévalóhoz ezének szavait azon a napon mondotta, amelyen az örökkévaló megszabadította őt minden ellenségének kezéből és Saul kezéből. És mondta: szeretlek, Uram, én erősségem. Az örökkévaló az én kősziklám, váram és szabadítom. Az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom. Az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem. Az örökkévalóhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Halálkötelei vettek körül, s az istentelenség árjai rettentettek engem. Seol kötelei vettek körül, a haláltőrei fogtak meg engem. Szükségemben az örökkévalót hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam. Szavamat meghallá templomából, és kiáltásom eljutott füleibe. Mivel találkozunk ebben az ige szakaszban? Mi is volt a kérdésünk, vajon megoldásból vagy problémából van több az életünkben? Úgy kezdődik a Zsoltár az első verssel, hogy azon a napon mondotta ez ének szavait Dávid az örökkévalónak, amelyen megszabadította őt minden ellensége kezéből és Saul kezéből. Dávid éveken át menekült és bujkált Saul elől, úgyhogy ő már felkent király volt. De kik lehettek Saulon kívül Dávid ellenségei? Ez a kérdés. Nézzük meg, hogy mit mond az 5. és a 6. vers. A halál kötelei vettek körül, s az istentelenség árjai rettentettek engem. A Seol kötelei vettek körül, a haláltőrei fogtak meg engem. 5 dolgot karikáztam be, és 5 dolgot szeretnék kiemelni: a halál köteleit, az istentelenség árjait, a Seol, azaz a sír köteleit, a haláltőreit, és a szükséget, amibe Dávid jutott. 5 ellenség, 5 probléma. És ezek mind a mi életünkben is felütik a fejüket, mert a mi ellenségünk, akitől mindezek vannak, ezek által akar minden nap elketteleníteni, minden nap elbátortalanítani, minden nap gyötörni minket. De vajon a problémából vagy a megoldásból van több az életünkben? Felsorolja az ellenségei Dávid és a mi ellenségeinket. De mit mond a 2. és 3. vers? Szeretlek, örökkévaló, én erősségem, az Úr az én kősziklám, várom és szabadítom. Az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom, az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem. 7 dolgot emeltem itt ki. Az Úr az én erősségem, kősziklám, várom, szabadítom, pajzsom, üdvösségem szarva és menedékem. 5 probléma, 7 megoldás. 5 ellenség és az örökkévaló Isten. Mert hát amikor Dávidot a halál kötelei vették körül, akkor az örökkévaló volt az ő szabadítója. Amikor az istentelenség árjába jutott, az ő kősziklája volt az örökkévaló. Amikor a Seol kötelei kötözték meg, az örökkévaló volt az ő üdvössége. Amikor a halál tőrei szegeződtek rá, az örökkévaló volt az ő pajzsa. Amikor szükségbe jutott, az örökkévaló volt az ő menedéke. Az életünkben minden problémára van megoldás, és a megoldás az örökkévaló Istennél van, mert
maga Isten a megoldás a mi problémáinkra, az Istennel való kapcsolatunk, hogyha valóban ilyen bizalmunk van Istenben, Jézus Krisztusban, mint amilyen Dávidnak volt, hogy tudjuk, hogy megment minket, tudjuk, hogy megszabadít minket, tudjuk, hogy erősségünk, pajzsunk, menedékünk, az ár nem sodorhat el minket. Megesik, hogy szükségbe jutunk, de a szükségeinket egy valaki tudja betölteni, és egy valaki tud megelégíteni a szükségeinkben, ez pedig az örökkévaló Isten. Én kívánom mindnyájunknak, hogy amikor bár a problémák tornyosulnak, sokasodnak, akkor szívleljük meg azt, amit mond nekünk a példabeszédek könyve egyik csodálatos verse, erős torony az örökkévalónak neve, hozzá folyamodik az igaz és bátorságos lészen. Csodálatos igevers. Szívleljük ezt meg, és induljunk útnak ezekkel a gondolatokkal, mert az örökkévaló a mi szabadítónk, és ő a megoldás minden egyes problémánkra.